Vendégem Ponikló Imre és Olli Túf, sziasztok! Szia! Tavaly jelent meg a legutóbbi albumotok, a Record, azóta pedig nem is telt el olyan sok idő, és már is itt van az új EP. Miért döntöttetek úgy, hogy összehozzátok ezt az 5 dalból álló EP-t, és kiadjátok így, és nem pedig vártok egy kicsit, és rákerülnek mondjuk egy új nagy lemezre ezek a dalok? Az az igazság, hogy egy pár éve így hárman maradtunk a zenekarba, így ketten vagy két, van még Bátor Bence dobosunk, most nincs itt, de én nagyon-nagyon termékeny az utóbbi pár év, tehát rengeteg dalt írunk folyamatosan, és ezen az EP-n, ami most jelent meg, abból is 2 olyan dal, amit még a tavalyi rekordlemezre vettünk föl, 2 éve szerintem van egy időn, még 2 éve vettünk fel, és hát nem akartunk nagyon sok dalt arra a lemezre, és emellett nem is illetek annyira stílusban azok a dalok. Viszont szerettük volna kiadni őket, mert általában nálunk a lemezek azok mindig egyfajta korszak, és azt gondolom én, hogy elképzelhető, hogy a következő lemez, ami nem tudom mikor lesz, talán 2 év múlva, nem tudom, fogalmam sincs, az teljesen más hangulatú lesz, mint ezek a dalok, úgyhogy nem akartuk kvázi így elvesztegetni őket. Túf, most te egy új szerepben is kipróbálhattad magad, ugyanis énekelsz ezen az új albumon, ez hogy alakult így? Hát szerintem az ön intolaktam ezt a részet. Nem igen, tudom, tehát, és akkor... Túf egyébként alapvetően ő is énekel, régebben volt több saját zenekara is, tehát ő is abszolút volt frontember, tök jól tud énekelni, és valóban így van, hogy Túf mondta, hogy amit ő talál ki éneket, azt akkor az a te vágyad volt, nem a többiek inspiráltak erre? Nem, azt mondta Imi, ha te találtalak, te énekeljél. Igen. A legújabb album címe Superficial, ami annyit jelent, hogy felszínes. Mit rejt ez a cím? Hát nagyon, tehát igazából nagyon, csak nagyon enyhén az ihlette azt a dalt. Van egy ilyen, az első dal lemezen a Superficial, ami a címadó, az EP címadó dala. És igazából az részben az ihlette, hogy különböző social media felületeken vannak emberek, akik nagyon sokszor ilyen hatalmas életbölcseleteket hirdetnek, nem tudom, tehát tényleg ilyen lelki béke, és magunkat belülről ismerjük meg, és az a fontos, hogy nem tudom, a belső bénkénk meg legyen. Ugyanakkor emellett viszont tehát nagyon spiritualitás, nagyon spirituálisnak adják ki magukat, valójában viszont nagyon úgy tűnik, hogy nagyon felszínes életet élnek, tehát hogy nem tudom, a szponzor miatt minden 2 órába ki kell rakni valamit, és nem tudom, utazgatnak a világban ide-oda, melyiket alapvetően nyilván nem rossz, csak hogy szóval kicsit ezt ilyen felszínesnek, ellentmondásnak találtam. Részben ez inspirálta. De az a dal is hallható az albumon, amit itt nálunk előadtatok. Ezt mi lette? Ez pont egy olyan dal, amit még, hát szerintem ezt már 2 éve, több mint 2 éve vettük fel az előző lemezhez. És egész egyszerűen itt nem is arról volt inkább annyira szó, hogy hangulatban nem élet volna lemezre. Egész egyszerűen nem nagyon volt ötletem, hogy miről szóljon ez a dal. Nem volt ötletem szöveget írni. És egy kicsit ez ilyen meta szinten működik ez a dal, mert pont arról szól a dal, hogy néha milyen nehéz dalt írni, milyen nehéz témát találni. Egy kicsit ilyen... Igen, meg végül is ott ritmusból indult el az egész, nem? Igen. És ott tetszett nekünk a ritmus, és akkor milyen jó lenne, nem? És akkor, de volt egy kis idő, ami miatt késett a dal, nem? Igen, volt, hogy félre raktuk egy időre, és akkor visszatértünk hozzá később. És akkor később. Több dal van, és azért tudtunk többet produkálni, hogyha egy lemez, plusz még egy kicsi, még valamit, így viszont mindenból kicsit kell, nem szabad rögtön minden kiadni. Meg ha már emlegetjük az előző lemezt, az eléggé gitárközpontú lett, ezen pedig sok a szintetizátor, ez a későbbiekben is így lesz majd. A következő lemezeken? Ez változó, ez tényleg változó, mindig ahogy, tehát ezt így nem határozzuk így el, illetve pont ez a vicc, hogy volt már olyan, hogy elhatároztam előre, hogy mondjuk ez a lemez most akkor nem tudom, ilyen olyan hatású lesz, és ilyen olyan hangszerelésű lesz, de aztán mindig így adta magát, tehát az Amber Smith pont ezért sok más, mert ezért is egy zenekar, mert jelenleg most 3-an, de közösen formáig, közösen alakítjuk, és lehet, hogy van egy ötlet, ami alapvetően én a fejemben megvan, hogy ez ilyen típusú dal legyen, de aztán utána próbán összerakjuk, és más lesz belőle teljesen. És ez így jó. Tehát azért gondolom, nem szabad így mondani, hogy metal, most csinálunk egy metal lemez, és akkor biztos lesz belőle valami popzene. Vagy... Igen. Mi várható még tőletek az év hátralévő részében? Lesz még jó néhány koncert, lesz még azt hiszem legalábbis egyre 2 lekötött koncertünk van.
ősszel, azt mindenképpen lejátszuk. De igazából nem nagyon merünk egyre tervezni, ugye ugye mindenki tudja, milyen szituáció van. Olyan nagyon sok koncert nem merünk beírni, mert aztán ki tudja tényleg, hogy mi lesz ősszel télen ismét. Úgyhogy egyelő ezek vannak aztán, de mondjuk nem tudom, kicsit így öröm az ürömben, hogy ha nem is tudom, hogy tegyük fel koncertezni, akkor ismét lemegyek a próbaterembe, és akkor elkezdünk új dalokat írni, amit legalább annyira élvezek, mint a koncertezést. Akkor jó munkát nektek, és köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy zenéltetek nekünk. Köszönjük. Köszi.